Az MLS célkitűzésként azt tűzte ki a következő évekre, hogy minél több U21-es játékos szerepeljen az NB1-es csapatokban, viszont nem kötelezi erre a klubokat, hanem csak ösztönzi. Most megnézzük a tabellát, akkor a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Kisvárdál az első három helyen, ezek közül leginkább a Puskás Akadémiában szoktunk fiatalokat látni, a másik két csapat leginkább a külföldiekre építi a csapatot, hiszen bajnokságot akar nyerni, a nemzetközi kupában szeretne indulni, és hát ezek a csapatok igazából stabil pénzügyi körülmények között működnek. Mennyire lehet ezeket a csapatokat ösztönözni pénzügyi ígéretekkel? Úgy gondolom, hogy azért minden klubnak az a jól felfogott érdeke, hogy lehetőség szerint fiatal játékosokat építsen be, akik aztán piacképesek. Tehát egy Ferencvárosban játszó fiatal tehetséges játékos eladása után a klub nagyon nagy összegekkel gyarapodhat. Ezt látjuk Szlovákiában, a szlovák játékosoknál, a horvát játékosoknál, a szerbiai bajnokságban szereplő játékosoknál. Tehát úgy érzem, hogy ez azért minden klubnak érdeke. Természetesen nem egyforma képen, meg nem egyforma mértékben, hiszen valóban ma a nemzetközi szinten sikereket elérő csapatnak szüksége van külföldi játékosokra, mégpedig jó minőségű külföldi játékosokra, és hogy a közgyűlésen elhangzott, 2015-ben a 16 csapatos bajnokságban még csak 36 válogatott külföldi válogatóban szereplő játékos volt, most a 2000 jelen bajnokságban már 55 válogatott játékos van a 12 csapatos bajnokságban. Ezek a külföldi játékosok egyébként hozzá tudják segíteni a magyar fiatal tehetségeket is a fejlődésükhöz, hiszen jó játékosok mellett egy fiatal játékos fejlődése is meggyorsulhat. Az is célkitűzés, hogy a klubok már 15 éves koroktól figyeljék a játékosokat, és ott játszanak, ahová valók, ahová a tehetségük predesztinálja őket. Mennyi idő lehet, mire ez automatizmussá válhat, hogy ilyen fiatal kortól már a felnőtt csapat figyelje a fiatalokat? Én abban bízom, hogy azért ezt már ma is megteszik, de nyilvánvalóan minden nagyobb mértékben kell ezt csinálni. Úgy gondolom, minden korosztályban van 3-4 olyan játékos, akiben a szakemberek látják, hogy mocorog valami. Nyilvánvalóan ezekre a játékosokra nagyon nagy figyelmet kell fordítani, és megfelelő szinten versenyeztetni, de nem csak a versenyeztetés a lényeges, hanem olyan felkészülést, olyan edzést, nem csak a futballpályán, de a mentális képzést is, amiben ugyanek nagyon nagy szükségünk van rá, hogy 15 éves kortól már megkapják azokat a lehetőségeket pszichológusokkal, amely a mentális erőt fejleszti, amely versenyképességet fejleszti, mert 19-20 évesek lesznek, addigra már olyan akaraterővel, olyan mentalitással mennek a pályára, ami alkalmas a legmagasabb szintű versenyeztetésre. Ez is elhangzott a küldött gyűlésen, hogy szeretnék elérni, hogy például U13-ban ne az legyen a fontos egy-egy edző számára, hogy hétvégén bajnokit nyerjen a csapata, hanem az, hogy fejlődjenek a játékosok, és ezt a tartós gondolkodást tűzték ki célul. Mennyi időbe telhet, míg az eredményorientált gondolkodásra áttérnek erre a tartós gondolkodásra, és ez általánossá válik? Hát ez egy nagyon lassú folyamat, mert ezt mondja a szövetség 30 éve. Tehát ez nem egy új keletű gondolat. Sajnos nagyon sok helyen ezek a gondolatok nem találtak táptalajra. Itt egyébként én a klubvezetős felelősségére hívnám fel a figyelmet. A klubvezetés ne úgy értékelje az edző munkáját, hogy hétvégén a csapat 8 gólt rúgott, hanem úgy értékelje a munkáját, hogy látja azt, hogy ezek a fiatal tehetségek milyen fejlődést mutatnak évről évre. Még egy utolsó kérdés a válogatottal kapcsolatban. Ugye elhangzott itt, hogy a válogatott mérkőzésekre esetleg szigorodik a beléptetés. Nincs még kidolgozott program. Mitől függ az, hogy ezt kidolgozzák? Attól, hogy például a most felfüggesztett zárt kapuk érvénybe lépnek-e, és reméljük, hogy nem lesz így. Figyelemmel kísérjük a következő mérkőzésen a nézőtéri megnyilvánulásokat, és nagyon bízunk abban, hogy nem kell bevezetni ezeket a rendelkezéseket, de eltökéltek vagyunk, hogyha ez nem változik, akkor lépnünk kell.